Tisztelt vendégeink, tisztelt előadóink, tisztelt megjelentek. A Nemzeti Jogvédő Szolgálat, amint azt már megszoktuk, majdnem minden évben eddig sikeresen tartott december 10-e környékén, amikor lehetett 10-én, ha nem, akkor azt megközelítő napok egyikén, általában sajtótájékoztatóval egybekötött rendezvényt, méghozzá olyan rendezvényeket általában, amely a magyarságot, a nemzetét érintő legaktuálisabb kérdésekről szólt, és témájánál és tartalmánál fogva is nagyon mérő érdeklődése tarthatott számot. Ez volt általában eddig a mi területünk, hiszen a mi ténykedésünk a magyar emberek jogvédelme, a hazánkban élő magyar emberek jogvédelmén túl, a Kárpát-medencében élő, bárhol élő magyarok jogvédelmére is kiterjedt, és hát ez nyilvánvalóan a mi tevékenységi körünknek a legszélesebb területe és a legfontosabb része volt. Csak hogy hát a történelem azért az megfricskáz minket, és néha olyan témákat is behoz a közelünkbe, amivel egyszerűen nem lehet, vagy amivel nem lehet egyszerűen elmenni, azzal foglalkozni kell, mert olyan helyzeteket alakít ki, amelyek, hát mint ami ma is van a migráció kérdésében, gyakorlatilag vészhelyzeteket. Most visszatérve erre a december 10-ére, most is ehhez a dátumhoz ragaszkodtunk, két oknál fogva is, hát ez az emberi jogok napja, mint tudjuk, amelyet ugye az ENSZ 1954-ben nyilvánított az emberi jogok napjává, annak emlékére, hogy az emberi jogok egyetemes nyilatkozatát 1948-ban ezen a napon fogadták el. Ebben a dokumentumban ugye tudjuk összefoglalták az úgynevezett klasszikus politikai polgári jogokat és a gazdasági, szociális és kulturális jogok bizonyos körét. A Nemzeti Jogvédőszolgálat, mint a jogvédő civil szervezet az emberi jogok napjáról minden évben tehát megemlékezik, valamilyen aktuális emberi jogi, különösen a magyarságot érintő kérdésekkel. Most csak azért egyet említenék meg, ami azért nyomot is hagyott a közéletben is egy kicsit a hírértékét hát tekintve. Történetesen 2013. decemberében volt egy olyan konferenciánk, amely könyvbemutatóval egybekötött sajtótájékoztató volt. Akkor megjelentettünk egy olyan könyvet, amelynek a címe a Magyar Önrendelkezés, Emberi Jogok és Jogvédelem a Kárpát-medencében címet viselte. Egy sikeres rendezvényünk után tavaly technikai és személyi okoknál fogva nem tudtunk konferenciát tartani, de hát, amint ezt korábban mondtam, most 2015-ben viszont hát a jelenlegi világpolitikai helyzet ismét, hogy úgy mondjam, feladta a labdát, vagyis olyan témával szolgált, amely mellett, mint mondtam, nem tudunk elmenni, és tehát foglalkoznunk kell, és ezért van az, hogy ennek a konferenciának a címe Menekültjog és a migráció időszerű kérdései az Európai Unióban, mert hiszen tudjuk ma valamennyien, hogy térségünkben, Európában, így a hazánkban, és ez most a legfontosabb és a legkomolyabb probléma és téma. Tulajdonképpen, tisztelt hölgyeim és uraim, még soha nem volt ennyire aktuális, hogy ilyen címmel tartsunk egy konferenciát, mint napjainkban, amikor Európa határai napi tízezrek és heti százezrek ostromolják a harmadik világból. Ezek olyan tények, amelyeket nap mint nap láthatunk a televízión, a rádióban halljuk a híreket, és más egyéb média felületekről ömlenek ezek a szinte csak erről szóló hírek. Tulajdonképpen Európa és benne kis hazánk is a mostani időkben soha nem látott új veszedelemmel néz farkas szemet. Ez az új veszedelem a világban Európa felé, az Európán keresztül zajló migráció, Fekete-Afrikából és a muszlim világból. Ma már mindannyian tudjuk, a híradásokban is láttuk, hogy mi folyik körülöttünk. A folyamat elején tulajdonképpen még nem is gondoltuk, hogy ezzel komolyan foglalkozni kell. Valahogy olyan érzése volt az embernek, legalábbis nekem, hogy hát, mintha turisták jönnének, mennének, most a legelső hírekre gondolok, és majd elmúlik az egész, és feledésbe megy, elmennek. Most ilyen időket élünk.
Aztán egyszer csak arra ébredtünk egy szép napon, hogy valamennyi híradás, rádió, televízió minden nap az Európát megszízó emberáradatról számolt be. Ezek és százezek hömpölyögtek át Európa országain, így hazánkon is, és végül már régen tudatosult a kiábrándító valóság, hogy ezeknek az embereknek az áradata nem fog megállni. Egy időben még reménykedtünk, hogy az Európai Unió vezetése az megtalálja ennek a módját, hogy hogyan állítsa le ezt az áramlást, ezt a hivatlan tömeget, de ahogy múlt az idő, egyre több migráns érkezett Európa kapujába, határaira, majd a kontinens belsejébe, és így egyre nyilvánvalóbbá vált, hogy az EU vezetése nem találja meg a módját annak, hogy miként állítsa meg ezt a nagyobb részben kontrollálhatatlan tömeget. Ma már tudjuk, hogy az EU nem csak nem tudja, de nem is akarja megállítani ezt a végzetes megszállási folyamatot. Tovább megyek, legújabban ennél többet is tudunk, hiszen a legfrissebb hírek szerint Németország, mint tudjuk a hírekből, és még több más európai állam is, egyenesen be akarja szállítani Európába a migránsoknak egy jó részét. Elég nagy, valami 400 vagy 500 ezer emberről beszéltek a médiákban. Tehát a további beáramlást az EU vezetése nem, hogy nem tudja és nem akarja megállítani, hanem egyenesen elősegíteni kívánja azt. Elképzelésük szerint a gazdaságban, amiket fel tudnak használni, azt megtartják munkaerőnek, a többieket pedig az EU-s tagállamokban elosztják, betelepítik. Na már most akkor még nem beszéltünk arról, hogy arról a rengeteg problémáról, amelyeket ennek a kontrollálatlan tömegnek a betelepítése okoz azokban a térségekben, ahol betelepítik őket. Történetesen a közbiztonság, egészségügy, vallás, oktatás, a hagyományok, vagyis a társadalmi beilleszkedés területén. Ma már tudjuk, és a híradásokban látszik az az összeférhetetlenség, amivel a a migránsok az őslakossággal kapcsolatban, amilyen kapcsolatba kerülnek, tehát rengeteg az erőszak, rengeteg a deviáns magatartás. Ilyen formán ma már egyértelművé vált az, hogy ezek a tömegek nem tudnak beilleszkedni az európai keresztény társadalmokba. Ez a vallás, ez az iszlám vallás, amit tudunk egyáltalán róla, vagyis hát az iszlám vallás gyakorló emberek tömege, és a hagyományaikhoz hű iszlám emberekről beszélek, ezekben olyan erős a kötődés a saját vallásuk irányába, hogy egyszerűen integrálásuk ma már bizonyosává tényleg, hogy hát szinte lehetetlen. Tehát gyakorlatilag, ha ez megtörténne, párhuzamos társadalom jönne létre, ahol már ez részben megtörtént, bebizonyosodott, hogy ez csak és kizárólag problémákat, konfliktusokat fog felvetni. Ékes példája ezeknek például azok az országok, ahol nagy létszámú iszlám közösség él, mint Anglia, Franciaország, és vannak kisebb államok, és a kisebb közösségek is élnek, ott is vannak konfliktus helyzetek, de az említett két nagy ország, az hát szinte napi szinten szokott néha a híradásokban beszámolni arról, hogy milyen konfliktusok alakultak ki náluk. És akkor külön nem kis problémát vet fel a terrorveszély ügye, annak a megnövekedése, és amint ezt a legutóbbi franciaországi események is bizonyítják, tulajdonképpen nem is alaptalanul. Szóval vészhelyzetben vagyunk, és ha Európa meg akar maradni annak, ami eddig volt, akkor ezt az áradatot meg kell állítani. Ha az európai vezetés nem akarja ezt, akkor nekünk kell megtalálni a módját, amit egyelőre még teljesen nem látunk, és attól messze vagyunk, de próbálkozunk, és meg kell találni azt a módot, amiben meg tudunk maradni talán ebben az ellenszélben. Mert a magyar kormány azért, ezt valljuk be, kétségtelenül erejéhez képest mindent megtesz azért, hogy valahogy elkerüljük az előzönlést. Tehát, hogy elkerüljük ezt az előzönlést. De vajon meddig sikerülhet ez? Na most rémi reményre okot ad a visegrádi négyek e tekintetben egységes összefogása, és az abban való reménykedés, hogy ha már vezetői nem is, de a Európa népei egyre jobban felébrednek, magukhoz térnek, eddigi réületükből és talán keményebb ellenállásra számíthatunk.
Az ebben a folyamatban vezető szerepet játszó Németország felelőtlen, vagy nagyon is tudatos viselkedése végzetes lehet egész Európára nézve. Tulajdonképpen nem mondok újat ezekkel a gondolatokkal önöknek, tisztelt hölgyeim és uraim, sőt, de ami itt folyik, ezt végül is ki kell mondani, és látni kell, hogy egy rendkívül végzetes helyzet, és ami végérvényesen is végzetes lehet Európára, és így hazánkra is. És azt kell mondani, hogy ez a helyzet olyan súlyos, hogy már most is egy igen súlyos állapotról beszélhetünk, és kétséges, hogy visszafordítható ez a folyamat, és hogyan és milyen, mennyi idő alatt. Szóval nagyon nehéz helyzetbe került Európa. És ha nem tudunk megállt parancsolni ennek az erőszakos honfoglaló áradatnak, akkor a fehér ember, a kereszténység belátható időn belül búcsút mondhat 1000 éves hazájának, kultúrájának, Európának. Ennek a súlyos problémának a körülményeivel végül is, társadalmi, kulturális, vallási vetületeivel, az egész folyamatot mozgató háttérerők bemutatásával kíván foglalkozni ez a konferencia, melyre előadóként ennek a területnek ismerőit, hozzáértőit, kiváló szakértőit kértük fel előadóként. Kérem, hallgassák meg őket figyelemmel. Köszönöm szépen, hogy meghallgattak.